Sziasztok, itt vagyunk a Dombóvári Belvárosi Általános Iskolában, és itt áll mellettem a Gézengúzok csapat két tagja. Sziasztok, Dávidok vagytok mind a ketten. Igen. Hogy készültetek a mai versenyre? Hát igazából ugye a tanárok ugye itt felügyelték a mi munkánkat, és igazából nagy készülés nem mondanák, csak csináltuk a feladatokat. Én tudom, hogy ti nem egy osztály vagytok, és ez egészen különleges, mert egyébként több olyan csapatunk van, akik egy osztályba is járnak, de ti nagyon jó barátok vagytok. Milyen programokon vagytok már túl együtt? Hát például voltunk együtt táborozni is, és együtt szoktunk kirándulni. A tanárokkal is tartjuk így, ők, az osztályfőnök, ők tanít minket is, tehát így megvan a jó viszony. Beszéljünk egy kicsit a feladatokról. Ugye azt beszéltük, hogy az első kettő feladatot fogjuk egy kicsit kielemezni. Mi volt az első? Hát ugye igazából egy ilyen Pál utcai fiús ruhát kellett magunknak készíteni, és hoztuk az ingeket ugye otthonról, és megcsináltuk, lett, amilyen lett, de nekünk tetszett. Mennyire volt nehéz? Mennyi időt töltöttetek el ezzel? Hát körülbelül úgy egy órát. Kettőt inkább. Akkor nehéz volt. Hát nem volt nehéz. Nem volt nehéz, csak az anyagokat begyűjteni hozzá inkább az. És ezt, hogy otthonról hoztam, vagy hogy oldottátok ezt? Hát igen, otthonról hoztuk az ingeket, és itt a váljelzéseket pedig itt vágtuk ki papírból. Szuper, és a második feladat hogy nézett ki? Arról szólt, hogy kaptunk egy ilyen diákcsemegéről egy ilyen listát, és azt kellett egy boltba beszerezni, berakni a kosárba, és azt lefényképezni. És az milyen volt? Mennyire volt nehéz, hogy értékeled? Hát annyira nem volt nehéz igazából, és élveztem. A verseny mennyire hozza azt, amire számítottatok? Erre számítottatok? Másra könnyebb, nehezebb? Hogy látjátok? Én erre számítottam, és örülök neki. Nagyon, nagyon jó az egész nap. Milyen eredménnyel lennétek elégedettek? Bármelyikkel, igazából a részvét a lényeg. Én azért kívánom nektek, hogy dobogós helyet érjetek el, ugyanúgy, mint eddig mindenkinek ezt kívántam. Srácok, én köszönöm, hogy a segítségünkre voltatok. Közben visszafordulok a kamerához, és egyelőre elköszönök, de maradjatok velünk, mert hamarosan egy újabb helyszínről jelentkezünk. Sziasztok!